Az egyetemisták legendás szervezete, a MEFESZ lobbantotta a lángra 60 évvel ezelőtt az 56-os forradalom szikráját. A diákok egyesületének egykori titkára volt a vendége az Emlékpont pódium beszélgetésének pénteken. Az alapítók egyikeként Kis Tamás arról beszélt, a történelmi pillanatokban nem gondolták, hogy a rendszerrel szembeni követeléseikkel felkelést robbantanak ki Magyarországon. A MEFESZ, vagyis a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 60 évvel ezelőtti megalakulásáról emlékeztek meg egy kerekasztal beszélgetés keretében az Emlékpontban. A Forradalom szikrája című pódiumbeszélgetés egyik vendége Kis Tamás, a MEFESZ egykori alapító titkára volt. A legendás szervezet egyik vezéralakja október 20-ai gyűlésük elhíresült politikai programjáról és annak legfontosabb pontjáról is szót ejtett. Az akkori fiatalok egy része ugyanis a szovjet csapatok magyarországi kivonását követelte, amit némi hezitálás és bizonytalankodás után átütő erővel vállaltak fel a szegedi MEFESZ gyűlés résztvevői. Amikor végére értem a politikai követeléseknek, és nem mondtam a szovjet csapatok kivonását, egy Halász György nevű negyedéves orvosra hallgató rögtön szót kért, és azt mondta, hogy ő pedig úgy gondolja, hogy ennek is benne kell lenni. Bődületes tapsorkán, addig is volt már tapsorkán, meg éjjelzés, meg dobogás, a lényeg belekerült a programba. A MEFESZ megalakulása után a vidéki és fővárosi egyetemekre küldötteket delegált azért, hogy hírét vigyék programjuknak és követeléseiknek. Így került sor arra, hogy a 22. budapesti műegyetemi gyűlésen Halljuk Szegedet felkiáltással Kis Tamás ismertette az egyetemisták követeléseit, amely lángra lobbantotta az 1956-os forradalmat. 1956. októberében ránk 20-22-23 éves fiatalokra várt az a feladat, hogy kimondjuk azt, amit a szüleink nem mertek kimondani abba a diktatúrába. Akik lapítottak, tudták, hogy ezt kellene csinálni, de hát ugye tudjuk, hát aki az állását félti, családját félti, az nem mer megszólalni. Mi nem féltettük a családunkat, mert fiatalok voltunk és lelkesek. Kis Tamás a MEFESZ egykori alapító titkára, aki a forradalom leverése után 3 évet töltött börtönben, kifejtette, a fiatalok 60 évvel ezelőtt bátran és nyíltan mertek beszélni közéleti kérdésekről, és megmerték fogalmazni kritikájukat. És ebben a mai nemzedékek is követői lehetnének az 56-osoknak.